Ismerkedjünk meg iskolánk névadójával, Trefort Ágostonnal, a szakmák pártfogójával. Ki is volt Trefort Ágoston, akiről ez a Sátoraljaújhelyi iskola a nevét kapta? Nézzük meg a térképen, hol található Sátoraljaújhely. Trefort Ágoston 1817-1888. Egy felső zempléni mezővárosban, Homonnál született, jómódú orvos családban. Anyja már a 4 éves gyermekkel elkezdett tanulni. A tanulásnak értéke volt családjában. Szülei az 1831-es koleravészben meghaltak. Anyanyelven német, de anyanyelvi szinten használja a magyart, a latint, az angolt, a szlovákot és a franciát. Az iskolák büszkesége lett. Életműve a magyar kultúrtörténet különleges értékek közé tartozik. A fiatal Trefort tanult Eperjesen, az Újhelyi Gimnáziumban, az Egri Líceumban, majd Pesten filozófiai tanulmányokat folytat, és francia nyelvet is tanul. Egy művelt és egy közéletiségre vágyó becsületes polgárember életútja kezdődött el a 19. század elején. Rengeteget utazik, tájékozódik a világban. Életcélja az ország elmaradottságának felszámolása. Jogi végzettséget szerez. Nemzetgazdasággal és pénzügyekkel foglalkozik. A reform ellenzékhez tartozik. Támogatja az iparfejlesztést és a hazai ipar védelmét. A Pesti Hírlapban a nemzetgazdaság kérdéseiről publikál. Trefort irányítja a polgári szabadságjogok támogatóit. Deák Ferenc, Batthyány Lajos és Kossuth Lajos reformjaival ért egyet. Fontos számára a művészet ápolása is, és az egész nemzet erkölcsi műveltségének emelése. Kiállítások rendezésére megalakította a műegyletet, amelynek szerepét később az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat veszi át. A kiegyezés után miniszterként életre hívta a Mesteriskolát és a Zeneakadémiát. Magánéletre is jut ideje, Rossi Ilka kezét megkéri. 1848. Megalakult a Felelős Magyar Minisztérium, a Kereskedelmi, Földművelési és Iparügyi Minisztérium helyettes államtitkára lett. A forradalom és szabadságharc leverése után önkéntes számüzetésbe vonult, először külföldre megy, majd Csabacsüdön a legkorszerűbb módszerekkel gazdálkodik. 1863-ban Eötvös Józseffel megalapította a Politikai Hetilap című folyóiratot. Egyetért Deák Ferenc politikai irányvonalával. Az 1867-es kiegyezés idején a Deák párt tagja. Második felkérésre elfogadja a miniszteri széket. Vallás és közoktatásügyi miniszter lesz 1872-től haláláig 1888-ig. Trefort közoktatásügyi politikája a közoktatás minden ágát fejlesztette, különösen sokat tett a lányok oktatásáért. Az ipari iskolák létrehozását is sürgette, megszervezte a tanítóképzést, hangsúlyt kapott a népnevelés és a felső oktatás is. Ekkor lettek egyetemi városok Kolozsvár, Pozsony, Szeged és Kassa. Szorgalmazta az egyetemi könyvtár és az országos pedagógiai könyvtár és múzeum építését. Kiemelkedő szervezője és menedzsere volt a művelődés politikának. Az elmaradott hazai ipar fejlesztésére Trefort Ágoston miniszter 1883-ban iparmúzeumot hozott létre, amelyet összekapcsolt az akkor már működő ipartanodával. Közoktatás politikájának jelentős érdeme, hogy előnyben részesítette azokat az iskolatípusokat, amelyek az iparra, mezőgazdaságra és a kereskedelemre neveltek. Nevezhetjük a szakmák pártfogójának.
Az 1867-es kiegyezés politikai és gazdasági konszolidációja tehát felgyorsította az ipar fejlődését. Mindez szükségessé tette az ipari szakmunkásképzés megszervezését. A képzési idő 3 év volt. Egyaránt fontos volt az elméleti és a gyakorlati képzés. A gyakorlatok a tanulmányi időnek majdnem a felét töltötték ki. Ma számos szobor állít emléket neki, iskolák vették fel nevét. Az oktatási miniszter által adományozható Trefort Ágoston díjat pedig az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzettek kaphatják meg. Sok híres ember kapcsolódik Zemplén fővárosához, és ez a város egy diákváros. A neves emberek közt volt tudós, politikus, katona, történész, újságíró. Viszont Trefort Ágoston miniszterként olyan gondolatokat fogalmazott meg, amelyek napjainkban is előre mutatnak. Ilyen az oktatás is, ami valóban az a terület, ami a gazdaság jövőjét megalapozza, és ez viszi előre napjainkat, ez viszi előre a társadalmat. Trefort Ágoston itt is volt diák, és tanulmányi előmenetelével napjaink tanulóinak is példát mutat. Városunk méltón elismeri, és méltón emlékezik meg rá. Emléktábla, tagiskola és szobor jelzi ezt.